Sziasztok, itt Syntax Headquarters, és visszajöttünk végre valahára a Pokémon Red Adventures végigjátszással. Ugye ez a végigjátszás a manga története alapján készült, tehát kb. Ugyanazt kell megcsinálni, mint a mangában. Nézzünk egy kis, nem csináltam semmit igazából, szóval Pika, Saur, Poli és Kanga a négy Pokémonunk. És itt ugye nem tudtuk, hogy merre kell menni, ezért belógunk megint a hajóra, mert igazából itt az történik, hogy a hajón valahova be kell lopóznunk, mondjuk ide. Bekopogtunk. Nem igaz. Kidobnak. És itt van a Fan Clubnak az elnöke. Te labdáid. Igen. Van rá esély, hogy azok pokelabdák? Igen, ezek azok. Na, jó van akkor. Ez a Pokémon Fan Clubnak amúgy az elnöke. De jó neked. Még soha nem láttam egy ilyen fiatal gyereket, aki Pokémon tréner. Most már tudom, hogy nem csak egy egyszerű kis csávó vagy. Nézzük meg, mi van azokban a pokelabdákba. Azt a megmutassam. Oké, most akkor elmegyek a Fan Clubba. Ja, itt van. Benéztem. Mindegy. Mindenki örül nekem. Ne félj! Soha nem találsz nálunk nagyobb Pokémon szeretőket így a világon, tényleg? Mindenki! Hogy mutassam be a legújabb tagunkat, Simon így. Mutassuk meg pár Pokémon, tehát igen, Pikachu az ott van. Mióta van meg ez a Poliwhirl? Aha. És ott van Bulbasaurunk is. Hogyan tudjuk szeretni a Pokémonokat, hogyha harcra kényszerítjük őket? Mert nem, hallod, öreg, nem fognak átalakulni, hogyha nem harcolunk velük. Hát igen, hogyha nem harcolunk velük, akkor örökre ilyen kis cukikák maradnak. Valaki ellopta az Executoromat, erre pont Executor, ami ugye már egy átalakult Pokémon, na jó, mindegy, nem értem a logikájukat, igazából. Oké, most újra vissza kell lopóznunk erre a hajóra. Ez történik itten. Azért Red eléggé durva, hát szóval beszökök itt ebbe a hajóba. Most ez az Executort meg kell találni, ide nem tudok bemenni, na viszont. Tűnj el, takarodj el, kölyök. Jó van, akkor te harcolsz velünk. Kangaskhiden ugye izé van. XP osztó. Nagyon remélem. Ja, helyes, helyes. Mert ez már nem is Kangaskhid, hanem valami Kanga... I don't know. Kangaskhu talán? Tehát nem tudom, hogy ez mi, de jó, hogy van. Remélem, hogy Cubone-nál alakul. Ó, te is harcolsz. Ezek jók, ezek a lehető legjobb. Az ilyen víz Pokémon trénerek, hogy fellesszük Pikachut, meg Skirtőt. Tehát ezek a lehető legjobbak erre. De már 26-os szintűek, szóval azért basszus kulcs. Nézzük Slowpoke-ot. Szerintem ez túléli. Nem éli túl. Nagyon azt hittem, hogy ő talán túl fog élni, de nem. Amúgy, nem mondom meg, mi lesz ebben a részben. Mi ez a szoba? Inkább elmegyek erre. Semmi nincs itt. Aha. Ki kéne derítenem, mi volt ez a hang? De hát semmi nem volt ez a hang. Ne! Oké, tehát ebbe a dobozokban a Pokémonok vannak. Csak én meg kell hozni, hogy szerezzek valamit. Ez egy Voltorb? Egy Voltorb, ne! Hogyan tudnám őt legyőzni?
Thunderbolttal, az egész jó, jó megoldásnak tűnik. Nekem Thunderbolt, Thunder Shock kombó. Pikachu, nagyon jó. Ilyenkor. Bár megint használnom kell sajnos egy Pikachu-t, de ez a Speed Boost Pikachu nagyon tetszik. Mi történik a Pokémonommal? Szíves hadnagy, azt mondja. Le vannak paralizálva. Jó, szóval azért van, azért hagyta a teljes hajón szét a Pokémonjait, hogy az ilyen kis behatolók, mint én, azok keményen megszenvedjenek. Na, mit csinálsz a hajómon, kölyök? A Pokémonokat elrabolták, és meg fogom találni a rablót. És azt hiszed, én vagyok a rossz fiú? Én csak megszabadítom ezeket a szegény, alul edzett Pokémonokat a trénereiktől. Hogyha még profitot is hozzáz nekem, akkor az a legjobb munka, nem? Szóval te vagy ez, ez a rabló. Hát igen. De tényleg azt hiszed, hogy egyedül el tudsz intézni minket. Ó, mennyi volt orb, ne! Most valahova ki kéne szökjek. Valahova nagyon gyorsan el kéne szökjek. Ne! Meg nem álltok! Mi az Isten? Hát ez le fog engem nyomni. A Leech Seed azért befigyel. Meg nem állt, mióta tud Earthquake-et megtanulni, lol. LOL megölte a másik meg nem álltot. Nem kapok érte XP-t, de Kangaskhan mennyi XP-t kap érte. Ez valami hihetetlen. Haha. Ez nagyon menő ez a Kangaskhan. Ezt higgyétek el, ez durva. Raindance, Ice Beam, Water Pulse az egyiken. Dig. A Dig lehet nem a legjobb megoldás. De ez milyen, hogy Ice Beam-et tud? Ezen besírok, meg Fire Blast-et. GG. GG. Ilyeneket nem is tud megtenni egy meg nem állt. Csak most mi történt? Most vajon vissza kell menjek a hajóra? Valahogy kikerülgetni? Ezeket hát visszamegyek. És valahogy kikerülgetem, mert itt elmondom, minek kéne történnie. Aha. Tehát ezeket ki kéne kerülni. Hú. Jó. Ügyesen kikerültem, és igen, itt utolér minket Surge hadnagy, de mindez hiába, mert Poliwhirlt belelök itt a vízbe. Én víz alatt vagyok, nem tudok lélegezni, Poliwhirl. Jobb, hogyha kijutok innen, minél hamarabb. Amúgy ezek milyen menő kis Pokémonok, tehát itt egy szél. Még Pokémonokkal is találkozok. 10-es szintű Shelder. Azért az izgi. Azért meddig bírom levegő nélkül, mondjuk itt igazából nem kéne beszéljek valójában. De hogyha már ennyit kibírok itt levegő nélkül, akkor csáóka. Psyjj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 j
Az erőteljes. Ezzel bármikor tudok vajon harcolni? Nem, el is tűnt. Csak a vajon ez egy shiny seal? Nem, ez nem harcol. De a Psyduck harcolt velünk, azért az tényleg egy shiny Psyduck volt. Shader is ilyen 7-es szinten, nem akarom elkapni, mert innen nem akarom felhúzni. Pedig Shader azért nem a legrosszabb Pokémon. Azt azért bevallom. Waterstone. Át tudom alakítani Polivert. Jó. Ez meg egy Dragonair itt. Sajnos ő is shiny, és nem tudok vele harcolni. Micsoda? Yes! Oké. Okay. Tehát valahogy úgy kéne, hogy berakom elsőnek.
hogy evolve volnod. Tehát úgy, hogy most ő fejlődjön egy szintet? Vajon erre akart utalni? Én nem tudom, de fejlesszük egy szintet. Mert valahogy... De már csoda, hogy ennyit kibírok. Ennyit kibírok itten, a levegő nélkül. Ezerről meg elfutok, mert... Hihetetlenül nem kell. Jó, shadereken itt meggazdagszok. Végül. De ez alig ad XP-t. Tehát én esküszöm, ez nem jó. No. Hogy vagy még mindig életben? Most mi történik? Ja, lehet, hogy itt még egyszer, Nem tudom, mi történik. Mi van? Én most nem tudom, hogy itt most mi történik, de pulival eléggé durván nyomtam ezt a Voltorbot azért. Rájtsú, ne! Betiszlem. És túlélem a támadásokat, micsoda durva. Statik paralizál sajnos. Na, Batisztlem paralízisbe bízok. Leginkább. Az nem is kell ide, aszta. Light screen, semmit nem ér. Electroweb, az már kinyír. Na nézzük, Saurus. Mire képes, Lucid. Jó, Thunder Wave, ez mindegy, ez mindegy. Nem olyan erős ez a Surge hagynad, mint aminek mondja magát. Sok Wave azt tuti betalál, viszont nem vitt sokat. Electrowave-ből előbb próbálkoznék. Sok Wave, szia! Jó, én ezt legyőztem, de most nem alakul át Polivretté? Át kéne alakulnia Polivretté. Double hitet megtanulod. Igazából nem olyan jó. Nem kell ez a double hit. Eszesz ki. De vissza akarok oda menni. Én ott de nem tudtam átalakítani basszus a polivert. Polivretté. Hát ez hihetetlen, gyerekek. Eszesz ki. De orange ticket kell, az igen. Oké. Okay. Tehát most nem tudom, mi van. Lehet, hogy a táskánkban ott van a... Várjon, nézzük meg. Itt a Waterstone. Oké. Okay. Akkor ezt használom is. Polyvörlöm. Mert ebben a részben alakul át Polyvretté. Nem jött ki úgy, ahogy én akartam egész. Pontosan, de ő már elérte így a maximális szintjét, és a védelmi statját Bárbassza úrnak növelem, leginkább ő értemli meg. PP up meg Pikachu Thunderboltján éri meg leginkább. Oké, ezzel meg is vagyunk. Ennyi lett volna ez a rész vajon? Kangaskhan 19-es, még 20-asra azért fel akarnám nyomni. Jól van, jól van. És akkor most már el tudunk jönni erre, ugye? Persze. Itt mit lehet elkapni? Meg nem álltokat, csak nagyon kicsi szintű. Viszont ez de menő. Poli azért itt eléggé menő. Jó, 12 XP, ez nem sok. Várunk, itt van egy gym is. Ja. Igen, ugye itt nincsen benne Search hagynagy, mert ő most már ebben a gonosz üzemekben van benne. Micsoda? Oké, Bike Contest, meg minden, de a hajócska már elment. Ez tény. Várjunk, visszajött, ez mi? SSN. Na nézzük már szét rajta. Itt erre föl már voltunk? Igen. Ez az SSM.
teljesen eltűntek róla. Ja, lehet, hogy ki kéne szabad... Ja, persze. Hát én vagyok, már megint a hülye. Jó, ez az ajtó zárva van, arra meg nem tudunk tovább menni. Hol is voltak ezek a kis Pokémonok? Ez valami ilyen basement area-ba voltak biztos. Itt kellett vajon menni? Nem, valahogy itt biztos le kellett menni. Itt biztos le kellett menni. Kéne valami rendőrségi segítség? Aha, de én egyedül is elintézem őket. Mert ott kell tovább menni, ugye ki kell szabadítani a Pokémonokat erről a hajóról, és én ezt ugye így nem tudom, szóval kéne rendőri segítség nekem. Rendőr, hol vagy? Az durva azért, hogy így glitch-ek kicsit a... így a minden. De hol van a rendőr? Hát nem itt. Ezt keresem, komolyan mondom. Lehet itt van benn. De neked hiányzik az abrád. Jó, tehát a Pokémon fanklubba segítséget nem tudnak nekem nyújtani. De majd talán itt, nem, itt se tudnak nekem semmi segítséget adni. Hol vannak itt a rendőrök vajon? Á, itt egy rendőr. Úha! Oké, megvannak a rendőrök. Megvannak a rendőrök. Akkor visszamegyek erre az SSR-re. Belógok. Megint. Az annyira szánalom, hogy így be lehet lógni ilyen könnyedén. És jönnek a rendőrök is nekem segíteni, szóval hihihaha. Oké. Ne szórakozzunk már. Na, jönnek a rendőrök is nekem segíteni. Hála Istennek. És igen, itt jött persze Officer Jenny. Jani. Én pedig ki tudom szabadítani itt a Pokémonokat. Ez az. Szóval megtörtént, ez, hogy kiszabadítottuk a Pokémonokat, és nem, ezeket mindig beszopom, ezeket a lépcsőket, itt olyan szarul van megcsinálva. Na jó, mindegy, következő részben innen fogok gondolom folytatni, mert ezzel már teljesen végérvényesen vége. Persze, Vermilion City-t felszabadítottuk, visszakerült hozzá az abrája is, de már úgy, hogy elákázzám. És kaptunk egy biciklit, ami így a bicikli versenyhez jó lesz. Következő részben akkor itt találkozunk. Cyndaquil, és az erő legyen veletek. Sziasztok!